Pazonyi László festményeiből nyílt kiállítás Nyíregyházán a Városmajori Művelődési Házban. Több éve csináltam ezeket. Van vagy 20 kép, amit az elmúlt másfél éve, de a többi már régebbi. Na most nyilván egy egész anyagból az nekem legalább egy hétbe tellett, vagy két hétbe, mire ki tudtam választani. Ilyen esetben nem csak azt kell nézni, hogy egyénre az a kép, hogy milyen állapot, vagy hogy teszik, mennyire szubjektív, hanem mint összkiállítást kell nézni, hogy együtt a falon jól nézenek ki. Most, hogy ez jól néz ki, azt még én nem tudom, azt majd önök eldöntik, és a közönség. Melyek azok a témák, amelyek önt leginkább foglalkoztatják a festészetben? Emberközpontú vagyok, tehát festészetben is, bár nagyon ritkán jelenik meg az ember a képen, van egy pár, ahol megjelent, de szeretem a tájakat. Eljutottam a hál' Istennek elég sok helyre, romantikus kis helyekre, de Magyarországon is, a Tiszapart, Erdélybe vannak erdélyi képeim, ahol imádom, nagyon szeretem a gyümeseket, magyar táják, a magyar tanya megjelenik. Általában úgy vagyok, hogy a hangulat teremtő ereje, ha nincs a képnek, akkor az nálam nem kép. Tehát hagytam én otthon olyan képet, és nem is fogom bemutatni, aminek egyszerűen nincs hangulata. Ha nincs hangulata, akkor az nálam nem. Tehát nem másolom a természetet, átformálom. Kivétel nélkül minden képet átformálom a saját ízlésvilágomra, a saját szemszögömből nézem, de ha nincs hangulata a képnek, akkor az nem kép. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövess Facebook és Instagram oldalunkat.